Egy szoros, majd három sima meccs a kispályás labdarúgó bajnokság 9. fordulójában. A listavezető brazilok a 8. forduló után a 8. helyen álló Lendület ellen nyitották a játéknapot. A tabellán elfoglalt helyezésektől függetlenül fordulatos, változatos meccset láthatunk, ahol egyenrangú ellenfelek léptek pályára. 2-2 után a brazilok két gólos előnyt szereztek, 4-2 ekkor, de innentől csak a Lendület tudott eredményes lenni, mégpedig háromszor is, így egy gólos előnnyel győztek. Elvesztette veretlenségét a brazilok csapata. Két középcsapat, a Champion és a Gólvadászok lépett pályára a második meccsen, sokáig gól nélküli volt a találkozó, de az első félidő hajrájában a Champion megszerezte a vezetést. A második játékrészben is csak a Championnak termett babér, további két góllal 3-0-ás győzelmet arattak. A FAI-VL non-stop film meccsen Papp Gyuláig büntetőt is hibáztak, de a végén kiderült, hogy ez is belefért. 3-0 után tudott szépíteni a FAI, de a következő lakótelepi gólra a meccs végéig kellett várni. Ekkor a non-stop már 8 találatnál tartott. A Blue Devils Six-Silk papírforma eredményt hozott, a mérkőzés alatt csak a Six-Silk szerzett gólt, megosztva a két félidő között az elsőben is 5-öt és a másodikban is 5-öt, győzelmükkel beérték a listavezető brazilokat a tabellán. A Requiem Creon Soccer mérkőzésen a Requiem csapata nem jelent meg. A 9. forduló eredményei: brazilok Lendület 4-5, Champion Gólvadászok 3-0, FAI-VL Nonstopville 2-8, Blue Devils Six-Silk 0-10, és Requiem Creon Soccer 0-3. Ebben a fordulóban a Fova FC volt szabadnapos. A 9. játéknap után a Six-Silk vezeti a tabellát 19 ponttal, az első vereségét elszenvedő szintén 19 pontos brazilok előtt. A harmadik helyet a Creon Soccer foglalja el 15 ponttal, az ugyancsak 15 pontos Fova és Champion előtt.